Nagyszerűen kezdte a meccset a hazai csapat, a negyedik percben Lázár lövésébe Kosta tette bele a lábát, és a labda a budaörsi kapu bal alsó sarkában kötött ki. Két perccel később egy védelmi hibát kihasználva Cseri ugrott ki, majd önzetlenül Erőshöz passzolt, aki kettőre növelte a várdai gólok számát. Nem kellett sokáig várni a harmadik találatra sem, a 12. percben Cseri, Kornutyák erős volt a labda útja, és a csapatkapitány 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A vendégek a 40. percben veszélyeztettek először, Csillag lövése viszont a szépítés jelentette a budaörs számára. A 73. percben Papp talált Iváncsics kapujába, így izgalmas lett a hajrá. A mérkőzés a hosszabbításban dőlt el, amikor a 91. percben Rajci értékesítette a saját magától kiharcolt büntetőt. Beleestünk egy kicsit abba a hibába, hogy ott rá akartunk ülni az eredményre, holott végigbiztattuk a játékosokat, hogy csinálják. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ugye feljött az ellenfél, talált gólok voltak, igazán kidolgozott helyzetük nem volt. A sós igazságtalansága lett volna, hogy ezt a mérkőzést a csapat nem tudja megnyerni. A két gólos Erős Gábor szerint tökéletesen bevált a mérkőzésre kidolgozott taktika. Az volt megbeszélve, hogy az első pillanattól kezdve nekünk megyünk, és megpróbálunk minél hamarabb gólt szerezni. Azt azért mi se gondoltuk volna, hogy 12 perc alatt sikerül 3-at. Utána egy picit úgy tűnt, mintha megnyugodott volna a csapat, és ez, sajnos ez picit meg is bosszulta magát. De az a legfontosabb, hogy a végén sikerült még egy gólt szereznünk, és így azért azt gondolom, hogy még hogyha az eredmény nem is azt mutatja, de igazság szerint én úgy gondolom, hogy maga biztosan megnyertük ezt a mérkőzést. A vendégek edzője csapata szépítése után még bízott a pontszerzésben. Ilyen szinte nincs is. Tehát amiből a gólokat kaptuk, hogy az első lövés szerintem a buszunkat találta volna meg, és akkor onnan megpattant, az bement a kapunkba, majd a másodiknál ugye elcsúszott a jobb oldali védőnk. A harmadik gól szép egyéni megoldás volt ugye az Erős Gabitól, de amikor az első gólunkat ugye megrúgtuk, akkor én abszolút úgy gondoltam, hogy úgy fogunk kijönni a második fél időbe, hogy ezt a mérkőzést megpróbáljuk még legalább döntetlenre hozni. A forduló további eredményei: Soroksár-Szigetszent Miklós 4-0, Szeged-Mezőköves 0-1, Sopron-Zalaegerszeg 1-2, Gyirmó-Dunaújváros 2-0, Ajkas-Siófok 2-1, Szolnok-Balmazújváros 3-0 és Csákvár-Vác 2-1. A tabella élén a 17 pontos Gyirmót áll, megelőzve a szintén 17 pontos Mezőkövesdet. A 11 pontjával 8. Kisvárra a következő fordulóban Mezőkövesden lép pályára.